Forgalmas szakasz a Mátészalkai ipari úton. Naponta több száz jármű és gyalogos közlekedik erre. Korábban több baleset is történt ennél az átkelőnél, most azonban két nagyobb munkáltató és az önkormányzat is összefogott annak érdekében, hogy jól látható, figyelemfelkeltő okos zebra segítse a gyalogosokat. 2021. decemberében sajnos történt itt egy baleset, amikor az egyik dolgozónkat itt épp a gyalogos átkelőn elütötték, és már akkor kezdeményezés volt a dolgozók részéről, hogy hogyan tudna a vállalat ahhoz hozzájárulni, hogy egy kicsit biztonságosabbá tegyük ezt az átkelőt. És akkor jött az ötlet, miután a Zöldfa utcán megépült az az okos átkelő, hogy próbáljuk meg ide is ezt implementálni. És nagy örömömre, amikor megkerestem a Momot, akkor egyből igent mondtak, hogy ők is beszállnának ebbe, úgyhogy végül is ketten fizetjük a költségeket, úgymond, és aztán üzemeltetésre át fogjuk adni mindezt az önkormányzatnak, akik a továbbiakat fogják intézni. Az ipari úton számos cég működik. Műszakváltások idején nagyon nagy a gyalogos forgalom. Nagy örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez, mert egyre növekvő állományi létszámunk van, és a szemközti buszmegálló hozzánk van a legközelebb, és így az átkelés az mindenféleképpen fontos szempont, hogy biztonságosan keljenek át, jól láthatóak legyenek, és ezzel is növelve gyakorlatilag azt az elégedettséget és a biztos munkába jutást, ami növeli nyilván a dolgozóknak a lojalitását és a munkára kész állapotban a rendelkezésre állását. A gyalogos védelmi rendszer telepítését a két cég végezte, fenntartását pedig az önkormányzat vállalta. Az okos zebrát több eszközzel is felszerelték azért, hogy minél hatékonyabban hívják fel a gépjárművezetők figyelmét a gyalogosokra. Ez a második okos zebránk, nyilván feltűnő módon piros színnel le van festve a zebra, hogy szabad szemmel messziről is észrevehető legyen, illetve amint egy gyalogos megjelenik a kameráknak a látószögében, akkor azonnali villogással figyelmezteti a gépjárművezetőt, hogy fokozott óvatossággal közelítse meg a zebrát, és így a gyalogosok biztonságosabb körülmények között kelhetnek át. Tehát Mátészalkai munkavállalóért teszi ezt az önkormányzat, illetve a két cég, akiknek még egyszer mondom, külön köszönet illeti, mert mi igazából a munkát tettük bele, ők pedig lefinanszírozták az egészet. Külön köszönet illeti őket ezért, hiszen a dolgozóik biztonsága a legfontosabb. Az átkelőnél kiemelt ledes világítást is telepítettek, amely az éjszakai, illetve korlátozott látási viszonyok esetén kapcsol be, megvilágítva az okos zebrát és annak környezetét. A gyalogos védelmi rendszer telepítése több mint 4 millió forintba került.